Kutyatámadás. Világszerte ez az egyik súlyosabb viselkedési probléma, az agresszivitás, emberrel szembeni agresszivitása kutyák esetében. Ugye ez az az indok, ami miatt a legtöbb kutyát elaltatják. Ez az a indok emberrel szembeni agresszivitás, ami miatt talán a legtöbb kutya menhelyre kerül. Mit lehet ilyenkor csinálni? Sajnos vannak olyan kutyák, amelyek, most csúnya kifejezést használok, hibásak. Tehát nem feltétlenül hibátlan egy kutya, vannak olyan kutyák, amelyek az emberrel szemben valamilyen okból, de súlyos agresszivitást mutatnak. Ezekkel a kutyákkal nem nagyon lehet mit csinálni. Sajnos vannak olyan esetek, amikor az ember felelős a kutya támadásért. Tehát például az előbb említettük azt, hogy gyerekeket egyedül hagyni kutyákkal felelőtlenség. Kisgyerekeket. Miért? Azért, mert a kisgyerekben nincs olyan felelősségtudat, nincsenek olyan fékek beépítve, hogy például mit lehet egy kutyával csinálni. Na most ugye sok ember azt gondolja, hogy a kutyának kell gyerekbiztosnak lenni. Ez egész egyszerűen egy túlzott elvárás a kutyával szemben, mert például a gyerekek olyan játékokat játszhatnak a kutyával, amit egész egyszerűen kutyakínzásnak hívunk. Előbb-utóbb a legtöbb kutyának ebből elege lesz, és ha nem tud kitérni a szituációban, mert a gyerek egy kis szobába játszik vele, vagy a gyerek követi, és sarokba szorítja, stb., és a kutya fél a gyerektől, a gyerek fájdalmat okoz a kutyának, előbb-utóbb a kutya meg fogja harapni a gyereket. És ugye vannak olyan tanulmányok, ami szerint ilyen 4-5 éves gyerekek például a kutyának a vizuális kommunikáció, tehát az például, hogy vicsorog egy kutya már rájuk, mert nem akar játszani, ezt a gyerekek félreértelmezik, és azt mondják, hogy nevetett a kutyus. A gyerek nem tudja fölmérni a viselkedésének a következményét, hanem mondjuk az a szülő, aki egyedül hagyta a kisgyereket egyedül játszani. Megint csak egy régi probléma, bejön egy idegen a kertbe és megharapja a kutya. Ugye ez egy nagyon szomorú helyzet, hiszen nagyon sokan azt szeretnék, hogyha a kutya jó házőrző lenne. Na most a jó házőrzésnek egy bizonyos szintje után megugattam, vicsorogtam, stb., megharapom azt a bejövő idegent. Na most ezt jogi szempontból viszont kutyatámadásnak fogják értékelni, és azt lehet mondani, hogy nem vagyok egy jogász természetesen, de igazából a törvény az mindig az ember oldalán áll, és nem igazán ismeri el a kutyának, vagy a kutya tulajdonosnak azt a jogát, hogy bárkit a kutya, aki bejött a kertbe, meg lehet harapni. Megtámadott ember hogyan védekezhet? Ugye ez attól függ, hogy milyen kutya támad meg, illetve milyen szintű a támadás, mert egy kisebb kutyát azt lehet mondani, hogy egy határozott fellépéssel valószínűleg el lehet ijeszteni. Egy nagyobb kutya támadása ellen igazából egy átlagembernek nincsen esélye. Tehát egy nagyobb termetű kutya támadása esetén nagyon észnél kell lenni, ugye hát ezt könnyű így mondani a stúdióban, de semmiképpen sem szabad, hogy úgy mondjam, eszkalálni a szituációt, és hogy úgy mondjam, fölvenni a harcot a kutyával, mert abból nem jön ki az ember jól.